Az RSV vírus Magyarországon elsősorban az őszi-téli és koratavaszi hónapokban jellemző. Legtöbbször meghűléshez hasonló enyhetőneteket okoz, azonban veszélyes lehet a 12 hónapnál fiatalabb csecsemőkre, különösen a koraszülöttekre, idősekre, illetve a legyengült immunrendszerű személyekre. Mióta a melegebb, enyhébb hónapok elérkeztek, azóta szerencsére a betegforgalmunkon is azt látjuk, hogy egy kicsi csökkenés látható, tehát már most lecsengőbe van ez az őszi -téli szezon. De ami nagyon megnehezítette az elmúlt hónapokban a mi és a családok dolgát is, az a rengeteg elsősorban légúti fertőzés ami jellegzetes volt, hogy azt láttam, hogy visszafertőzések, úgynevezett pingponglabda fertőzések fordultak elő, tehát nem csak egy gyerek, hanem minden gyerek beteg volt szinte egyszerre, vagy egymást követően egy-egy családban, és a felnőtteket sem kímélték a kórokozók, és akkor szépen körbeadták egymásnak a fertőzéseket, tehát gyakorlatilag egyik fertőzésből a másik fertőzésbe esve nagyon sok léguti beteg érkezett hozzánk az elmúlt időszakban. A dominanciát azt a vírusoknak tudhattuk be. Sajnos még a koronavírus is jelen van, de nagyon sok influenzás esetünk volt, és az RSV vírus jelenléte az, amire szeretném a hangsúlyt fektetni. Mert hogy az ő veszélye az, hogy a legkisebb korosztályt támadja. Tehát néhány napos, hetes, hónapos babákra a legveszélyesebb. Ő bennük nagyon hirtelen, nagyon nagy romlás lehet a klinikai állapotban megfigyelni, tehát hirtelen tudnak belecsúszni egy olyan állapotba, ami akár oxigén adását is igényelheti, és sajnos, hogy az én körzetemből is volt több olyan kis baba, aki amiatt kórházi kezelésre szorult. Az RSV fertőzés a légutak hámját károsítja, elnevezése is erre utal, mivel a fertőzött sejtek összeolvadását eredményezi. Ez gyulladást okoz a légutakban, ami az általános légúti tünetekhez, súlyosabb esetben komoly légzőszervi szövődményekhez vezethet. Ami a rossz hír ezzel kapcsolatban, hogy igazából házi viszonyok között nem tudunk semmilyen olyan oki terápiát biztosítani ezeknek a piciknek, ami az állapotukon segíthetne, természetesen táplálásukra odafigyelve, vitaminokat adva, Ö, esetleg szteroiddal lehet az ő légzésüket megkönnyíteni, de egyik sem garancia arra, hogy ez önmagában a gyógyulás útjára tereli őket. A legnagyobb hangsúly az én azt gondolom, hogy a megelőzésem van. Kisgyermekek körében a lepkehimlő sem szokatlan jelenség, amely a kiütések jellegzetes alakjáról ismerhető fel. Bár ez elsőre ijesztő lehet, a betegség a legtöbb esetben magától elmúlik, komolyabb tünetek és szövődmények nélkül. A lepkehímlő általában emberről emberre terjed, elsősorban ligúti csepecskék útján, például köhögés vagy tüszentés során, valamint a fertőzött személye történő közvetlen érintkezés révén kevés lepkehimlős esetet láttunk a viszont nagyon jellegzetes tünetei lehetnek. Egy egészséges imórendszerű egyénben egyébként csak enyhe felső léguti tünetként indul, és néhány nap után jelentkeznek a kifejezett tünetek, amik a bőrt érintik, és innen kapta a nevét, tehát egyébként a rovarokhoz semmi köze nincsen, de az arcon, az orcákon egy lepke szárnak megfelelő elrendezésben jelenik meg egy pír, az angol elnevezés ennek a betegségnek egyébként a felpofozott gyermek szindróma, mert hogy ö, tényleg úgy néznek ki ezek a gyerekek, mint, aki, mint akit felpofoztak. Alapvetően nem fájdalmas, nem vízkető kiütésről van szó, amely ezután az egész testre is elterjedhet. Fontos tudni, hogy a kiütések jelentkezésekor már nem fertőző képes a beteg, tehát onnantól gyakorlatilag nem kell, hogy kerülje a gyerekközösséget. A skarlát régebbi nevén vörhány egy bakteriális fertőzés, ami a test jelentős részét borító, vörös kiütések formájában jelentkezik. A betegség cseppfertőzéssel és kontaktúton terjed. A kettő és négy napos lappangás idő után kialakuló legtöbb esetben súlyos betegséget törökfájás, valamint láz kísérhet. Az egy súlyos gyermekbetegség ma már antibiotikummal könnyedén gyógyítható, ám ha kezeletlen marad, akkor a szívet, vesét és más szervek működését befolyásoló súlyos problémákat is okozhat. A skarlát főleg a hideg évszakban jelentkezik, és leggyakrabban az 5-15 év közöttieket érinti. Sok fertőző gyermekbetegséggel ellentétben többször is el lehet kapni, hiszen nem alakul ki életre szóló védettség a skarlátot okozó baktériummal szemben. Skarlátos esetek minden szezonban előfordulnak, és most már azt kell, hogy mondjam, hogy évszaktól is függetlenül, főleg az a óvodás kisiskolás korosztályt érintő eseteket láttunk most. Ugye ez ugyanaz a kórokozó okozza, ami a sima mandula gyulladást is, attól függően, hogy az immunrendszernek a felkészültsége milyen, megmarad ez a garatban ez a kórokozó, vagy pedig generalizálódik a fertőzés, tehát az azt jelenti, hogy jönnek a börtönetek, jön a magas lázel állapot, és ebből skarlát. Ezért, hogyha torokfájást észlelnek a gyereknél, akkor mindenképpen azt javaslom, hogy orvosi segítséget kérjenek, és közösségbe ne engedjék. Nem praktikus otthon nézni a gyerek torkát. Én sokszor találkozom olyan jelzésekkel a szülők részéről, hogy belenéztünk a torkába, és ezt látjuk, és azt látjuk. Mindenképpen az orvosnak kell megítélnie azt, hogy ott jelen van-e az adott Okozó vagy nincsen. A bárányhimlő az egyik leggyakoribb, leginkább az őszi-téli szezonban tomboló betegség. Elsősorban három és tíz éves kor közötti gyerekek körében zárt közösségben okoz járványt. Terjedése rendkívül gyors, cseppfertőzéssel, a levegőn keresztül fertőz, de a használati tárgyak is közvetíthetik. A betegséget okozó vírus ellen 2019 szűszítő kisgyermekek számára kötelező a védőoltás. Jelenleg sporadikus esetek vannak, tehát egy-egy bárányhimlős eset érkezik, de bizony cseppfertőzéssel terjed, és sajnos teljesen tünetmentes állapotban akár két hétig is lappanghat a, a gyerkőcben, mire a tünetek jelentkeznek, tehát ekkor jó eséllyel az egész társaságot, akikkel addig találkozott, lefertőzheti, és hát Akár ők maguk is tünetmentesek lehetnek addig, amíg a jellegzetes bőrtünetek nem jelentkeznek, mivel cseppfertőzéssel terjed, ez is okozhat felső léguti panaszokat, torokfájás, náthástünet, sokszor lázzal is jár, és a nagyon jellegzetes általában törzsön, hajlatokban, fejbőrön, hajas fejbőrön jelenkező különálló ilyen kis hólyagocskák, azok, amik viszketőek, vannak akinél fájdalmasak, nagyon jellegzetesek. Tehát ha ilyet látunk a gyermeken, főleg ebben az elhelyezkedésben, és tudjuk, hogy volt bárányhimlős a környezetében, akkor mindenképpen tartsuk otthon, és ne gondoljunk mondjuk szúnyogcsípésre, hanem kérjünk orvosi segítséget. Az immunrendszer feladata, hogy különbséget tegyen az olyan sejtek és anyagok között, amik a szervezet sajátjai, vagy amik nem általmasak, és olyan mikroorganizmusok vagy anyagok között, amelyek idegenek a szervezettől, és ártalmasak is lehetnek. Többféle módon segíthetünk szervezetünk védelme érdekében. Nem csak az eresvé tekintetében, szeretném azt a néhány szót elmondani még, hogy igazából nagyon sok olyan dolog van a kezünkben és az édesanyák kezében, amikkel a babájuknak, gyereküknek a megbetegedését meg tudják előzni. Természetesen én is itt a rendelőben nagyon sokszor megkapom azt a kérdést, hogy mi lenne az a szirup, vagy vitamin, vagy egyéb készítmény, ami csodaszerként megelőzheti a további betegségeket, vagy gyakori betegségeket. Nem tudok ilyet mondani. Viszont a COVID pandémia óta nagyon sokaknak van arról fogalma, hogy hogy lehet egy cseppfertőzés fertőzéssel terjedő betegséget megelőzni, és ez ugyan nem csak a COVID-ra érvényes, hanem az influenzára, eresvére, bármelyik léguti fertőzésre. Tehát próbáljuk meg a tömegeket kerülni, főleg a kicsi gyerekekkel, csecsemőkkel, akik még akár a védőoltásaikban sem részesültek, vagy nem a teljes oltási sorban. Próbáljuk őket óvni a fertőzésektől jó, hogyha mi magunk, hogyha azt érezzük, hogy tünetünk van, akkor kerüljük a tömeget, vagy legalább a másfél méter távolságot próbáljuk megtartani embertársainktól. Maszkviselése, amennyiben tünetesnek érezzük magunkat, segíthet abban, hogy a többieket ne fertőzzük le. Gyerekek tekintetében pedig azt mindig szoktam is kérni a saját pacientúránban is, hogyha tünetesnek észleljük a gyereket, azért egy anyuka tudja azt, hogy mikor egészséges, vagy mikor beteg a gyereke, akkor lehetőleg ne vigye közösségbe a ház az orvoshoz fordul, akkor a hiányzást azt biztos, hogy mindig le fogjuk uh, tudni igazolni. Nagyon fontos, hogy támogassuk a gyermekek szervezetét, immunrendszerét. Az első és legfontosabb a helyes táplálkozás. A sok zöldség és gyümölcsfogyasztást alig ha szükséges tovább hiszen magától értetődőek. Érdemes még figyelmet fordítani a halak fogyasztására, ugyanis ezek tele vannak D-vitaminnal, ami hatékony immunerősítő gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Ami még segíthet a higéne, és itt kitérnék arra, hogy a, az úgynevezett fekorálisan terjedő betegségek, tehát amik a koszos kézzel való szájonáti bevitelt jelentik, is bizony elterjedtek voltak most az utóbbi szezonban. Rotavírus, kalicivírus, bakteriális fertőzések is okoztak hányós hasmenős eseteket a praxisban, és ezek bizony egy tiszta kéz és egy normál mikrobiom mellett elkerülhetőek lettek volna. De nagyon sok védelmi vonala van természetesen vele születetten és szerzetten is a, a szervezetünknek, és ezekre ö, egyenként is tudunk hangsúlyt fektetni, illetve tudnak hangsúlyt fektetni az édesanyák. Az első ilyen védelmi vonalunk maga a nyáka hártja és az általa termelt ö, váladék, aminek a megfelelő vastagságához megfelelő és rendszeres, lehetőleg víz által fedezett folyadékbevitel a nagyon fontos. Ö, ez azért is segít nekünk, mert a felelő keringés biztosítva, hogy az immunsejteket, immunfehérjéket el tudja a behatolás helyére juttatni. A második, az ez alatti réteg, mondhatjuk úgy, ez a mikrobiom, aminek a jelentőségét napról napra kijövő tudományos cikkek igazolják, és azt is kimutatták, hogy nem csupán az arról van szó, hogy a velünk együtt élő jó baktériumok, vírusok, gombák kiszorítják tulajdonképpen a kórokozót, hanem hogy ott ők az alattuk lévő nyálkahártya sejtjével kommunikálva egy nagyon komoly ö, üzenetet küldenek a szervezetnek arról, hogy megfelelően működjön az immunrendszer. A mozgás és a sport ugyanúgy szükséges az immunrendszer működéséhez, mint a pihenés vagy az egészséges táplálkozás. Az immunsejteknek a megfelelő működéséhez sem kell semmilyen csoda, igazából arra van szükség, hogy maga a szervezet ne legyen legyengülve, ne legyen túlstrapálva, és itt megint az alvásnak, a szabadtérben való mozgásnak a jelentőségére hívnám fel a figyelmet. A WHO azt ajánlja, hogy naponta legalább egy órát, ha lehet, akkor intenzíven és szabadtéren mozogjon minden kisgyerek, úgyhogy ezt érdemes számukra biztosítani. A változatos egészséges étkezés maga egy jó vitaminforrás. A friss levegőn való tartózkodás minden nap jelentős szerepe bír, valamint a plusz vitaminok szedése is jótékonyan hathat a szervezetre. Aki változatosan nem túl kezelve, nem túl feldolgozva fogyasztja az élelmiszereket, és jó forrásból válogat akár maga, akár a gyermeke számára. Ő neki külön vitaminpótlásra nincsen szükségük, ha egészségesek és nincs alapbetegségük. Ez egyetlen vitaminra nem igaz, és ez a D-vitamint, mint hogy azt ugye magunk szintetizáljuk a napfény segítségével. Na a napfényben szegény hónapokban, és hozzátenném, hogy a napfény, napfény, hiányos életmód mellett, tehát ha valaki mondjuk bentül a a zárt térben számítógép előtt egész nap, akkor bizony ennek a szintézése az elégtelen lehet, tehát ezt akkor szájonáti formában kell bevigyük a szervezetbe. Még egy lehetőségünk van, illetve még két lehetőségünk, hogy az immunrendszert erősítsük. Az egyik az, hogy a mikrobiomnak az egyensúlyát megtartsuk, ehhez a probiotikumok nyújtanak nagy segítséget, és az én örömömre most már egyre elterjedtebben nem csak a gyomorbérrendszerre koncentrálnak a gyártók, hanem a légutakba, a garatba, illetve az ornyák a hártyába juttatható, ott védő probiotikum készítmények is elérhetőek. Ezeket akár zajló betegségben, akár a betegségek megelőzésében is lehet használni. És végül, de nem utolsó sorban, az immunsejtjeinket erősítendő védőoltásokhoz tudunk nyúlni, és bizony ezeknek az adása az nagyon sok esetben indokolt lehet, akkor is, hogyha gyerekek vagy a gyerekek szülei ettől óckodnak. Influenza elleni védőoltás az nálunk házi orvosoknál minden szezonban elérhető, tehát szeptember-október tájékán már érdemes nálunk érdeklődni. És már most van egy olyan oltásforma is, ami nem jár tűvel, tehát nem kell szúrni, hanem egyszerűen, mint egy orsprét juttatjuk a gyermek orrába teljesen fájdalmatlanul.